És betaláltak. Ezt a Rocky ajtási mozgást imádom, hogy ott ütögeti. És a fegyókat is, persze. Na mindegy, még mindig ott az Arthur Irby, ami mindjárt betalál, és megkapja a fegyókat, de persze, hogy pont nem azt. És úristen! Oké, akkor te mész medikálba. Ezt kinyitjuk arra. És Arthur Irby-mel fogjuk elkapni. Tűz van náluk. Gyorsabban levi. Nem tudom, hogy mennyit kell felgyógyulni. Most egy felszedtem már a rakétát. Fogja is használni. Miss, nem miss. Persze, hogy meg. Állítólag fogja leszedni őket. Persze! Jó, a tűz elkapta őket legalább. Jó, gyorsan menj ide, mielőtt nagyobb baj lesz. Te is mehetsz segíteni neki. Ti medikálva megint. Ja, ez még itt van. Ti is jöttök medikába. Oké, akkor Krajcár te vissza oda. Levi te vissza oda. És jump. Ez volt az egyik legkomolyabb encounter. Most Laser Mark 3 legalább. És egy Iron Cannon. Ez most már 20 másodperc ez, tehát amikor másodszor ez lő, akkor vele együtt fogsod egy pöppeteg el előbb. Addigra meg is halnak. És fullos pilóta, Grajcár, meg beteg. Még a második szektorban vagyunk, azt hiszem, vagy harmadikban? Harmadikban. Nem tudom, láttátok-e, de ha jól láttam, kilőttük az Ion vizét. Oké. Akkor megyünk pajzsokra. Store, hát ez most nem érdekel minket. Na. Ez noha jó volt. Basszus. Reméljük, hogy onnan tudunk az exitbe jumpolni. Igen. Tehát úgyis ott vannak már a rebelek. Elite Fighter. Van egy ilyen baszom nagy rakétája. És kettős pajzsa természetesen. És egy 3-as burst laser. Ez 5-ös. Ez 5-ös. Misszed, misszed, misszed. Nem misszeli. Jó, medikál az... Nem annyira érdekel minket, ha lángokt fog. A pajzsannál inkább. Lehet én nem jumpolni fogok, mert elég kevés a HP-nk.
raktam belejük. Persze, hogy kilövik engine-t. Áj. Ennyi, te is. Te menj vissza oda. Ne, segíts inkább nekik. Oké. Ne! Ah. Még csak high score sincs. Ó, oh, franc. Oh. Hát nem lett meg az altán, ha jó. Na mindegy, a következő részig, vagy videóig akármi lesz is, mert amire ezt fölkerül, már remélem, hogy legalább kétféle sorozatba belekezdtem, amiből az egyik nagy remélem, hogy a Starbound. Na de mindegy, tehát addig is, sziasztok!